A vadászturizmus is megszenvedte a koronavírus járványt. Az idei már a második olyan év, amikor nem tudnak hazánkba beutazni a külföldi bérvadászok. Ez a tavalyi évben közel 40%-os bevételkiesést jelentett a vadásztársaságoknak, és egyelőre úgy tűnik, idén sem lesz sokkal jobb a helyzet. A Tolna megyében működő 67 vadgazdálkodás jelentős része nagyban függ ezektől a bevételektől. A Vörösbük Vadásztársaság is rá van utalva a külföldi bérvadászokra, és így a vadászturizmus a Covid miatt szenved. Gyakorlatilag már múlt évben az őszbakra érkező külföldi vendégek elmaradtak, nem érkeztek meg, és azt követően pedig szeptemberben se érkeztek meg a szarvasbikára érkező vadászaink. Ez a vadászterület nagy vadas jellegű, és a fő árbevételünk a vadhús és a bérvadásztatás, a kurrens vadaknak az elejtéséből tudunk olyan bevételre szert tenni, amivel tudjuk a hivatásos vadászt fizetni, meg a vadkárokat. A tagdíj az jóformán elmegy a terület bérleti díj kifizetésére. Janovics István hozzátette, ők még szerencsés helyzetben vannak, mert a vadásztársaság tagjai a területek tulajdonosai. Így a vadkár vonatkozásában elnézőbbek a járvány idején az egyesülettel szemben. A mostani áprilisi vendégvadászkör is elmaradt, ami őszbakra érkezett volna, áttoltuk júliusra. Megpróbáljuk nem úgy, mint tavaly eladni nyomott áron belföldieknek, hanem megvárjuk őket, hogy talán júliusban majd felszabadul a környezetünk és beutazhatnak, és akkor egy tisztességesebb áron tudjuk majd eladni a őszbakjainkat. És ugyanez vonatkozik a gémbikákra is, gyakorlatilag ugyancsak most is nem sokkal kisebb darabszámban belföldinek, nyomott áron eladva, hanem inkább rászerveztünk ismét külföldire, hogy egy tisztességesebb áron külföldieknek adjuk el a kurrensebb vadjainkat. Sajnos nem tudunk úgy gazdálkodni, hogy ne legyünk ráutalva ezekre a bevételekre. Janovics István azt is elárulta, hogy az elmúlt évben több mint 16 millió forinttal volt kevesebb a jövedelmük, mint az előző években, többek között a járvány miatt elmaradt bérvadásztatásoknak köszönhetően. Király István, az Országos Magyar Vadászkamara Tolna megyei területi szervezetének titkára úgy nyilatkozott, közel 800 millió forint hiány keletkezett csak a Tolna megyei vadgazdálkodási szerveknél a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések eredményeképp. A vadgazdálkodás csak a megyei viszonylatokat nézve is 67 vadgazdálkodási egység működik a megyénkben. Eltérően érintettek a külföldi bérvadászatokat érintően, és ugye itt a vadgazdálkodásban az egyik jelentős árbevételi forrás az a bérvadászat. Ennek is még mindig nagyobb szeletét a külföldi bérvadászatból származó bevétel az, ami képviseli. A megyénkben elejtett nagy vadfajok, amelyek a vadgazdálkodás bérvadászati alapját képezik, több mint 60%-át külföldi bérvadászok ejtik el normál években, és most 2019-es még Covid-mentes évről beszélünk. Árbevétel oldalon több mint 60%-át a külföldi vendégkör hozza pénzügyileg, és a teljes ágazatnak, teljes vadgazdálkodásnak a megyén belül az összbevételére vonatkozóan 40%-át tette ki a külföldi bérvadászat, tehát nem kis dologról beszélünk, amikor azt kell mondani, hogy a jelenleg fennálló korlátozások, így a határba való belépés korlátjai tulajdonképpen ezt a külföldi bérvadászati kört átmenetileg felszámolták. A kamara titkára azt is elmondta, hogy az általuk kiadott vadászati engedélyek száma is jelentős mértékben, mintegy 70%-kal esett vissza a tavalyi évben, és idén is erre számítanak. Több mint 2 milliárd volt, kicsit 2 milliárd fölötti volt a teljes bevétele a megye vadgazdálkodásának. Ugye ennek 40%-át tette ki a külföldi bérvadászatból származó bevétel, tehát ez nagy részt hiányozni fog. Hiába nyílnak meg egy-két ország felé a határátjárás lehetőségei, a fő piacunk ezen a téren Németország, Ausztria, Olaszország, onnan egyelőre vendégkör még nem érkezhet. Nincsenek konkrét statisztikai adataink a 2020-as évre vonatkozóan, és a 2021-es év éppen folyamatban van még, de azt látjuk így a kollégákkal való számadatokat néha-néha összefésülve, hogy ez az év valószínű, hogyha így marad, meg ne adj Isten lesz még egy negyedik hullám, akkor rosszabb lesz, mint a tavalyi év, és ezt a bevételforrást nagyon nehezen tudják kompenzálni hazai piacon a vadgazdálkodási egységeink, mert egyrészt az a piac nem tudja hirtelen lereagálni ezt a rést, másik pedig az, hogy ahogy tudják kompenzálni, annak ahhoz egyik módja az, hogy árat csökkentenek, ez viszont hosszú távon
Nem valószínű, hogy jó, ugye nehéz lesz talpra állítani a piacot. A szakértő szerint ez még eltarthat akár 1-2 évig is, amit már nem biztos, hogy mind a 67 vadgazdálkodó szervezet túlél.